üdvözöljük Önöket! Ez a Marci Radó. Új vett az LVT, kapcsoljuk helyszíni tudósítónkat. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Itt vagyok az LVT irodája előtt, és itt áll mellettem a LVT igazgatója, akitől azt szeretném megkérdezni, hogy mire is kellettek ezek az új vonatok? Hát tudja, arra kellettek ezek az új vonatok, mert a régiek már nagyon elhasználódottak voltak, és már egyszerűen már nagyon csúnyák voltak, meg minden nem volt benne légkondi, nyáron meg lehetett sülni, úgy, meg már nem is illett a modern világba az régi vonatok, ezért vettünk új modern vonatokat, amikből már egyre többet akarunk vásárolni, és így akkor az összes vonatunkat hamarosan le tudjuk majd váltani az új modern vonatokra. Eltart egy jó hosszú ideig, de már most is nagyon-nagyon sok vonatot vásároltunk. Köszönöm, a, hogy elmondta, hogy miért is kell a vonatok. Mi, mi pedig a, megmutatjuk a különbséget a régi vonat és az új vonat között, aztán utána meg visszamegyünk a stúdióba. Dugó van már két órája az elhetesen a 150... 57-es kilométernél karambol miatt. Kapcsoljuk helyszíni tudósítónkat. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Itt vagyok kinn az l es autópályánál. Ahogy láthatják, itt már gyülemzik a sor, és meg is mutatjuk, miért gyülemzik. Ugyanis, ahogy láthatják, itt egy óriási nagy karambor, Karambor történt, már kin vannak a rendőrök, és egy mentőautót is küldtek meg, kettő pici rendőrautót, és egy előautót, ahogy láthatják. Kettő BMW ütközött, ami a rendőrség még vizsgálja az ügyet, hogy miért következett be a baleset, és itt most én éppen meg is kérdezek mindjárt itt egy embereket, hogy ön, hogy mérgesek -e a történtekért. ér. napot! Jó napot! szeretne? Önök mérgesek a történtekért? Hát igen, eléggé, ugyanis most mentünk volna randira, most randiztunk volna éppen, de erre most itt van ez a marra nagy kara, Baleset, aztán most már két órája itt várunk, hogy nyissák már meg végre az utat, és semmi, és egyszerűen nem tudunk semmilyen kerülő úton menni. Drágám, te is vagy, ugye? Hát ja, most komolyan mondom, ráadásul éhesek is vagyunk, most komolyan mondom, hát ez a legrosszabb, ami történetet. Értem. Köszönöm, hogy elmondták a véleményüket. Mi pedig most akkor megmutatjuk a magasból, hogy mi történt itt. Ahogy láthatják, itt van a nagy sor a emberekkel, az akik még időben meg tudtak állni, de aztán meg kellett állniuk, ugyanis lezárták a rendőrök az utat. Aztán utána meg itt vannak a rendőrök és rá is közelítünk. Itt van a baleset helyszíne. Nos, igen, eléggé összeroncsolódtak az autók. Egy mentőautót is ki kellett szállítani őket a emberek, akik mind a, mind a kettő vezető baleset. Életveszélyes állapotban van, és őket a kórházba fogják majd szállítani. De még a rendőröknek és a tűzoltóknak is ki kell, azaz, még a tűzoltóknak ki kell érkezniük, ugyanis annyira összeroncsolódtak az autók, hogy már szinte nem lehet semmi kiszabadítani őket. Oh, mi az? Hey, hey! Megérkezett a tűzoltó autó. És most fogják ma kiszabadítani az embereket. Mi pedig visszamegyünk a stúdióba! Építeni akarnak Legországban egy űrállomást, kapcsoljuk tudósítónkat. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Itt vagyok a porgámesteri hivatal előtt, ahol a, most a, porgá, a LEGO City porgámesterét tudtuk elérni. Aki nyilatkozni akart. Jó napot kívánok! Jó napot! Milyen, pontosan most akkor, milyen... Hogy miért akarnak ide űrállomást építeni egyáltalán? Hát tudja, azért akarunk ide űrállomást építeni, mert hogyha elpusztul a föld, akkor, el, akkor a lakosság el tudjon menekülni más bolygóra, vagy ki a világűrbe, hogy aztán ne, ne halljon meg az illető. Ezért jó, ha van egy gyűrállomás, mert például most minden embert nem fogunk tudni elköltöztetni innen, de a nagy részüket el fogjuk majd tudni, hogyha jön a, így, így a világ vége. Meg persze űri kutatásokat is kell végeznünk, hogy, és így akkor megalapul a legónáza. Úgyhogy ezért kell ide egy űrállomás, meg egy kutatóintézet. Értem, köszönöm. Menjünk vissza a stúdióba. Nagyon szép idő várható, de mire várhatunk, Gábor? Hát igen, szép napos, vár, szép napos lesz az idő itt Legóországban, vagy Legó Magyarországon, nem tudom, de nagyon szép lesz az idő, ahogy látják. Szép napos mindenhol. Nos, ahogy láthatják, a hőmérséklet is elég kedvező lesz. Nem lesz olyan hideg itt Közép-Magyarországban. Inkább maximum 15 Celsius fokok lehetnek, úgy látom. És ahogy láthatják, a radar térképen sincsen semmi, semmilyen felhő nincsen országunkban. És a további napokban is kedvező lesz, hétvégén nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép idő várható majd, és ahogy láthat, de aztán végül a következő héten kedden elsős idő lesz, aztán utána meg 17. hetedikén től nagyon nagy záporok jöhetnek. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük szépen az időjárás jelentést. Igen, nagyon köszönjük. Hát most nekünk ennyi volt a mai Marci iradó. Ha tetszett, lájkolják, iratkozzon fel, és nézze meg a többi videót. És még egy fontos beszéd, ami azt jelenti... Maradjunk nagyon kapcsolatban! Azaz, ha feliratkozott, akkor kapcsolja be a harangot, és akkor megkapja az értesítéseket, mikor jelenik meg a legújabb videó itt a Márton Makkoson. Ja, és most már van egy óriási nagy szép újdonságunk, ami azt jelenti, hogy a Márton Makkosnak már van Facebook oldala is. Kövesse a Facebook oldalunkat is. Ugyanaz a neve, mint a YouTube csatornának Márton Makkos csak egyszerűen beírja a keresésbe, hogy Márton Makkos, és akkor kidobja a Facebook oldalt, és akkor ott mindenféle olyan dolgokat is láthat majd, amiket nem fog... Például a az előzeteseket, azokat a Facebookra fog, fogja majd a szerkesztő felrakni. Úgyhogy kövesse a YouTube csatornát is, és a Facebookot is, és a Facebookon lévő csatornákat is. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!